Húsvét napján Jézus kereszt haláláról és feltámadásával a halál felett aratott győzelméről emlékezünk, persze a húsvét, a tavaszvárás, a termékenység legfőbb ünnepe is egyben. A húsvét vasárnapot megelőző napon nagy szombaton, mely az ünnepkör szent három napja közül az utolsó, tartottak szentmisét az Ercsi Nagyboldogasszony kegy templomban. A misét megelőzően a templomot körülölelő bástyán tűzszentelése is sor került, majd a hívek a már meggyújtott gyertyákkal vonultak a templomba. Igaz, hogy a megváltás nagy pénteken történt, amikor Jézus önmagát, mint tökéletes és végtelen értékű engesztett áldozatot felajánlotta a kereszten, de az akkori emberek ezt még nem értették meg. Húsvét vasárnap hajnalban viszont, amikor Jézus feltámadta halálból, és aztán később fokozatosan egyre többen találkoztak vele, hát akkor értették meg, tényleg feltámadta halálból, tényleg az, aminek mondta magát, éppen ezért a kereszt halálnak is megvolt a maga szerepe. Gyertyákat láthattunk a misét lezáró körmenet során a környékbeli házak ablakában is, ahol több mint 100-an kísérték az oltári szentséget útján. Bár a húsvét egy ízig-véli keresztjén ünnep, azért sokak számára a locsolkodásról, a húsvéti terített asztalról és a hímes tojásról is szól. Húsvét hétfőjén sokan keltek útra, hogy családjuk, rokonságuk, baráti társaságuk hölgytagjait meglocsolják, de a népi hagyományokra sokat adó helyi Rácz közösség ezt a szép szokást már vasárnap felelevenítette. A szépen kiöltözött Zorita táncosokat a lányos házaknál mindenhol örömmel fogadták, és a rögtönzött műsor után finom falatokkal és piros tojással kínálták őket.